Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Kapa Központ Project Room termében. Magócs Márton, az én házam, az én várom című kiállításában ülünk itt. És a kiállításokhoz kapcsolódóan tavaly évben elindítottunk egy előadás sorozatot, ez a cím, hogy Project Room Plus, és a mai alkalommal Gács Annát, az ELTE Média és Kommunikáció tanszék oktatóját kértem fel arra, hogy a kiállítás felvetése teoretikus háttere kapcsán egy előadást tartson nekünk, és átadom a szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, szervusztok, és én különösen nagyon örülök, hogy eljöttetek. Én eredetileg irodalmár és esztéta vagyok, a kiállításon pedig fotókat látunk, de talán a mentségemre szól az, vagy a Juditék mentségére, hogy mégis ide hívtak engem, hogy szövegek is vannak ezek mellett a fotók mellett, kis történetszerűségek, meg azért majd igyekszem egy kicsit arra is reflektálni, hogy miért nem lehet ehhez a privát élet karrierjének a kérdéséhez pusztán, akár irodalmárként, akár pusztán bármi másként szerintem hozzászólni. De azért, hogy hű legyek magamhoz, egy Nádas Péter idézetet választottam a gondolatmenetnek az elejére, amit egy interjúból vettem ki, ugye megjelent neki tavaly a Világló részletek című nagy, vastag, kétkötetes emlékirata, és erről készített vele egy interjút Károlyi Csaba a Klubrádióban, és arról faggatta, hogy mik az ösztönzői vagy a motivumai akkor, amikor neki lát, hogy ezt az önéletrajzi vagy emlékiratszerű monstrumot megalkotsa. És azt mondta egy kicsit kivonatosan, hogy én nem a magam történetére vagyok kíváncsi, mert azt ismerem, másrészt nem akarom átadni senkinek. Minden szomszédasszonynak igaza van, mert tudni akarja, hogy ugyanazokat a dolgokat hogyan éli meg más, és hogyan mesterkedi meg más. Tudnélik, hogyan csinál belőle valami jót, valami hasznosat, valami gyümölcsözőt, pénzt, de ez engem nem érdekel. Az érdekel, hogy egy gyerek tudata hogyan alakul ki. Ugye látjuk itt a feszültséget a privát élet, a privát történet értelmével kapcsolatban. Ugye Nádas a maga hát általában ilyen meglehetősen dihotomikus ellentétekben megfogalmazott gondolkodás módjában valami olyasmit mond, hogy kétféle érdeklődés van a privát történet iránt. Az egyik az egy ilyen hasznosíthatósági érdeklődés, ugye a szomszédasszony érdeklődése, mindenkinek a sztoria érdekel, mert meg hozzá akarom magamat nérni, trükköket akarok belőle tanulni, stb. A másik meg egy magasabb rendű írói, nem szomszédasszonyi típusú érdeklődés, ami ugye valami fajta általános igazságot, mondjuk ebben az esetben egy gyerek tudatának a kialakulásának a mikéntjét reméli felfedezni a privát történet elmeséléséből. Ugye ez a feszültség az egész privát történet karriert végigkíséri, majd többször vissza fogok rá térni, de minden esetre tulajdonképpen az érdekel itt ma délután engem, meg amúgy is az érdekel engem, miért tarthat egyáltalán egy privát történet közérdeklődésre számot? Látjuk, hogy elöntik a nyilvánosságot a privát történetek, nem csak a digitális korban, ez ugye egy régebbi jelenség. Feltehetőleg ennek vannak olyan jól azonosítható okai, amelyeken érdemes elgondolkoznunk. Sokan hajlamosak ezt egy technológia történeti kérdésnek felfogni, tehát hogy tulajdonképpen ez a fajta magántörténet boom, ez valahogyan az öndokumentálás technológiájának a fejlődésével volna kapcsolatos. És biztos, hogy itt ugye nagyon fontos és jól azonosítható lépések történtek a 20. vagy akár a 19. század végétől kezdve, tehát hogy a minden
mindennapi élet, a privát életek és a saját élet dokumentációjának nagyon klassz eszközei jöttek sorra létre, de itt a fényképezőgép valószínűleg ebben a sorban az első, de ugye nagyon fontos a szalagos magnó, aztán a kazettás magnó, aztán a videókamera, és aztán mindaz a sok digitális eszköz, amivel dokumentáljuk magunkat, tároljuk ezeket a dokumentumokat, és mások számára felkínáljuk őket. És biztos, hogy az identitás történetében ezeknek az eszközöknek nagyon fontos szerepük van. Mást jelent az identitás akkor, hogyha nagyon sok materializálódó emlékünk van, hogyha nagyon könnyen, nagyon sok emlékhez hozzá tudunk férni, vissza tudjuk azt hívni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ilyen típusú dokumentumok iránti érdeklődést önmagában semmiképpen sem igazolhatja. Ugye, az egy dolog, hogy én fölteszem a képeimet a Facebookra, az egy más dolog, hogy ezt valaki meg akarja nézni, vagy nem, és úgy tűnik, hogy meg akarjuk nézni. Ugye, kíváncsiak vagyunk a privát történetre, tehát itt nyilván ezt nem lehet egy technológiai válasszal elintézni. Ugye, ennek az előadásnak a ilyen kis rövid műsorfüzetbeli leírásában azt mondtam, hogy ez a privát történet tündöklése vagy karrierje, ez a 20. század közepétől, vagy utolsó harmadának az elejétől kezdve, ugye nagyon sok kulturális területen párhuzamosan zajlik. Olyan dolgokra utaltam, mint privát fordulatra, vagy a szociológia mindennapi élet felé fordul, ez sokkal korábban következik be, csak ekkor elég erősen tudatosodik ez a fajta kíváncsiság. Az etnográfiában elkezdik sürgetni az autoetnográfiát, tehát hogy ne csak az idegen, hanem a saját felé is forduljunk az etnográfia szemüvegével. Az irodalomtudományban, amiről majd egy picit részletesebben beszélek, a 70-es, 80-as évek fordulóján hirtelen mindenki elkezd önéletrajzzal foglalkozni. Noha egy pár évvel ezelőtt még az volt a nyugati teóriában a trendi, hogy egyáltalán nem foglalkozunk ezzel, hogy szerző, hogy valakinek a saját életéről szól a szöveg. Ugye ez egy tudománytalan dolog volna. Ugyanakkor, ami nagyon érdekes, és amire majd ugyancsak vissza fogok egy kicsit később térni, az, hogy a történelemnek a tanulmányozásába is a privát életek, illetve a tanúknak a beszámolói a történelmi eseményekről egyre inkább előtérbe kerül, olyannyira, hogy egy Annette Jorka nevű lengyel származású francia írónő egy ilyen korszakolást létre is hoz, amiben a tanú eljövetelének a korának nevezi ezt a korszakot, ahol ezek a jelenségek megjelennek. Tehát ő elsősorban a holokauszt kutatásával foglalkozik, és azt mondja, hogy ekkor valamikor a 70-es, 80-as évektől kezdődően az Eichmann per nyomán következik be az a fordulat, ami a túlélő tanút a történelem megismerésének a centrumába állítja. Ugye önmagában a privát történet az nem feltétlenül egy egyes szám első személyű történet. Én két okból mégis elsősorban ezekre fogok koncentrálni, bár fogok másfajta példákat is mutatni. Az egyik az az, hogy mostanában ezzel foglalkozom, ezt foglalkoztat, tehát nyilván erről van több anyagom, erről gondolkoztam többet. A másik pedig az, hogy azt gondolom, hogy van egy fontos különbség a privát életek között akkor, hogyha arra valaki más mutat rá, és hogyha én magam mutatok rá a saját privát életemre. Ugye, ha valaki más mutat rá, mint ahogy mondjuk egy szociológiai kutatásban ez történik, akkor van egy ilyen autorizáló intézményünk. Ugye ott van a szociológus, aki azt mondja, hogy ezek az életek fontosak, és a kutatók figyelmére számot tartanak. Hogyha mondjuk valaki ír egy riportot, vagy készít egy videóriportot, akkor ugye ott van az újságíró, vagy az író, aki azt mondja, hogy találtam egy elmesélésre méltó privát életet. Ugye, de ez is egy nagyon érdekes jelenség, de nagyon érdekes, amikor egyre inkább ugye az emberek saját magukról publikálják ezeket a dolgokat. Ugye itt merül föl különösen az a kérdés, hogy de vajon kit és miért érdekelhet ez. Tehát én elsősorban ilyen önéletrajzi jellegű privát történetekre fogok utalni a példáimban.
ugye ennek az őrületére akartam ezt a példát hozni, ez a tipikusan egy ilyen 90-es évek, 2000-es évek fordulójának a nagy vágya, egy Gordon Bell nevű ember nevéhez fűződik, aki azt találta ki, hogy mindent egyetlen egy digitális könyvtárban, minden nyomát szeretné megőrizni. Egy olyan könyvtáron, digitális archívumon dolgozott, ami az életének az összes lenyomatát képes valamilyen módon rendszerezni és visszahívhatóvá tenni. Úgy gondolta el, hogy az összes telefonbeszélgetését rögzíteni fogja, hogy az összes orvosi leletét ebbe be fogja vinni, és ez ugye látszik, hogy ez a Microsoft örökbe fogadta ezt a projektet egy ideig, aztán valahogy kiderült, hogy ez még olyan jó projekt. Miközben egy kicsit meg persze ugyanezt csináljuk, ugye csak nem egy ilyen szisztematikus könyvtárban. Na, de, és most akkor hogy jövök ide vissza? Így. Szuper. Tehát a négy ilyen szempontot szeretnék felajánlani a privát történet iránti érdeklődésnek a típusaira, vagy a privát történettel kapcsolatos kérdésfeltevésekre. Az egyiket, azt az elsőt úgy neveztem el, hogy a privát, mint a mindennapiságnak a hordozója. Ugye, ahogy utaltam már rá, a szociológia és a filozófia is felfedezi magának a mindennapi életet valamikor a 20. századnak az első harmadában. Elkezdenek egyrészt azon gondolkozni, hogy hogyan tudhatunk meg valami mást a társadalomról akkor, hogyha a mindennapi életet tesszük a kutatásoknak a centrumába, másrészt pedig a kevésbé exakt módszerekkel dolgozó bölcsésztudományok meg elkezdenek gondolkozni azon, hogy mit jelent a mindennapi, vajon mit jelent, vajon a kapitalizmus kizsákmányolásának a lenyomata, vagy pedig a költészet ritmusa, hogy most két ilyen nagyon szélsőséges értelmezést idézzek fel. Tehát ugye elkezdenek ezeken gondolkozni, és ennek a tudománytörténeti szempontból legismertebb és legtöbbet idézett projektje, az ez a Mass Observation Project volt az Egyesült Királyságban, amit 1937-ben indítottak, és ami itt most érdekes a számunkra, hogy ugye azt csinálták, hogy önként vállalkozó hétköznapi embereket arra kértek, hogy naplót írjanak, illetve egy kérdőív segítségével kérdezgették őket. Ugye tehát nem az történik egyszerűen, hogy oda megy valaki, aki megfigyel, hanem hogy az alanyokat magukat hozzák helyzetbe, azt kérik, hogy ők számoljanak be a privát életükről, és azt gondolják, hogy ezzel valami más minőségű tudáshoz tudunk hozzáférni, mint hogyha egy megfigyelő szorgalmasan lejegyezné, a táblázatba foglalná, stb. A dolgokat. Ez elég sokáig folyt, és aztán újraindították, és aztán pedig a 1990-es és 2000-es évek fordulóján csinált a BBC egy kicsit erre hajazó videóprojektet, amiben embereknek videókamerákat osztogattak, és ilyen olyan volt, mint egy ilyen proto-YouTube, ott mindenféléket meséltek az életükről, magukról, és egy nagyon érdekes, nagy gyűjtemény lett belőle. A privát, mint a mindennapiságnak a hordozója, persze nagyon sokszor kritikai viszonyt jelent, tehát ugye azzal a, és most már rátérek arra a korszakra, amiről ugye voltaképpen beszélek, tehát a 70-es évekre, ugye azzal az elképzeléssel kapcsolódik össze, hogy a privát életnek a vizsgálata az képes feltárni az egyenlőtlenséget, az igazságtalanságot, a kizsákmányolást, képes feltárni olyan társadalmi működésmódokat, amelyeket a szociológia kvantitatív eszközei nem akar vagy nem tud feltárni. Ugye ez jól láthat majd a következő projektekből, ez magában is világos lesz, hogy ez erősen összekapcsolódik a feminizmusnak
koronavírusnak az úgynevezett második hullámával, azzal az elgondolással, hogy ugye ezt szokták úgy hívni, hogy the private is the political, tehát hogy az, ami a privát életbe zajlik, hogyha arra fordítjuk a figyelmünket, ugye a nők számára kijelölt zónára, akkor sokkal inkább képesek vagyunk politikai jelentéseket feltárni, mint hogyha valami fajta objektív nézőpontot gondolunk el magunknak. Erre akarok mutatni egy pár példát, ezek közül némelyik számomra is viszonylag új felfedezés. Az első, az egy Mary Kelly nevű amerikai művész. Az elsőt, amit mutatok nagyon röviden, ha sikerül, most már úgy látom, működik, az, hogy mennyire látszik ennek a fajta művészeti projektnek az összekapcsolódása a szociológia kérdésfeltevéseivel. Tehát ebben a Night Cleaners című videóban ez egy kollektív vállalkozás volt, aktivisták, művészek. Egész egyszerűen olyan emberekkel készítettek interjút nagyon nagy mennyiségben, akik a kutyát sem érdekelték, ugye láthatóvá tettek olyanokat, akik láthatatlanok voltak, például ezt a nőt és egy csomó társát, akik éjszakai takarítóként dolgoztak, meglehetősen nyomorúságos körülmények között, és erről videókat készítettek. Ugye itt jól látszik az, amit persze azóta nagyon sokszor láttunk és tudunk, hogy ez a fajta ilyen társadalmi érzékenyítés, ugye ma úgy hívják, tehát a láthatóvá tétel, a problémáknak a mainstream társadalom előtti feltárása és a művészeti vállalkozások ugye sokszor összefonódnak ebben a típusú művészetben. A másik az viszont már egy teljesen egyértelműen művészeti projekt, az öndokumentáló ilyen aktivista művészeti projekteknek az egyik őse. Tehát azt csinálta Kelly a 70-es években, hogy otthon volt egy kisgyerekkel, és ezeket az éveket dokumentálta, abban a korban meglehetősen hát ilyen hátborzongató eszközökkel, hogy például a gyereknek a kakás pelenkáit is, mint ugye lenyomatokat, mint az antropológus találmányait kiállította, illetve mindenféle egyéb ilyen nem művészinek tűnő tárgyat. Itt látszik az egyik kiállítás, eztán nem az eredeti, talán ez egy kakáspelenka foszlány, de nem is ezt akarom mutatni, hanem hoztam egy képet. Ez is ugyanennek az öndokumentáló kiállításnak a része. Itt azt csinálta, hogy egy ilyen rozettikőhöz hasonló táblán a felső részen azt dokumentálta, hogy a gyerek hogy tanul írni, a középső részen az ő erről adott értelmezését, és az alsó részen pedig a gép, akkoriban gépelt naplójának a lenyomatát. Ez palába van valahogy belevésve, nem tudom, hogy technikailag ez hogy van megoldva. Tehát ugye azt mondja, valami olyasmit mond, hogy az, ami egy gyerek és egy anya között történik ebben a korai életszakaszban, ugye az egyrészt ugyanúgy alávethető egy antropológiai vizsgálatnak, mint bármilyen időben vagy térben távoli kultúra. És másrészt pedig, ez különösen ugye az alsó részre, ahol mesél arról, hogy megy és beszoktatja az óvodába, és, vagy iskolába, vagy nem tudom, be elkezdett járni a gyerek, hogy ez milyen konfliktusokkal jár. Ugye azt is színre viszi, hogy az anya milyen szerepet játszik, mi az a munka, amit az anya ebben az időszakban végez, hogyan illeszti be a társadalomba a gyerekét, hogyan zajlik egy ilyen lakani koncepción alapuló leválási folyamat. Tehát minden esetre ugye egy olyan dolgot dokumentál itt, ami a 70-es években nincs különösebben a nyilvánosság előtt, ugye nem gondolják azt, hogy ez a nyilvánosság számára különösebben érdekes dolog lenne, miközben az emberiség minden egyes tagját ugye vagy anyaként, vagy legalábbis gyerekként érinti a dolog. Tehát ugye nyilvánvalóan egy ilyen emancipációs törekvéssel is összekapcsolódik
ez a művészi, antropológusi projekt. A másik, akiről talán ismertebb, és Magyarországon is szokott néha szó lenni róla, az ugye a brit megfelelője Kellynek, a Joe Spence, aki pedig mindenféle fotóprojekten keresztül, a saját mindennapi életre való fotós reflexión keresztül próbálta meg feltárni azokat a társadalmi cselekvéseket és reprezentációs sztereotípiákat, ami a nőknek a helyét a társadalomban kijelöli. Ezek sokszor ilyen nagyon mulatságos, önarcképszerű fotók, és itt is ugye jól látszik ez a dokumentáló, de közben meg mégiscsak ugye egy ilyen fikcionalizált művészi szándék. Egy harmadik dolog, amit a mindennapiságnak ezzel a kritikai vizsgálatával, hogy erre akarok példának hozni, az egy jóval későbbi és a többivel némiképpen kritikai viszonyban lévő film. Ez ugye a Tracy Eminnek a nevét talán sokan ismerik, hogy ez egyik nagyon provokatív kortárs brit művészről van szó, aki különben nagyon sok művén keresztül érdekes abból a szempontból, hogy a privát élet és a művészi megjelenítés a 90-es, 2000-es években milyen módokon kapcsolódik össze egymással. Ebben a Top Spot című filmben, ami egy áldokumentum film, tulajdonképpen valami olyasmit csinál, mint ezek az előbb idézett művészek, egyfajta önetnográfiát végez, visszamegy a gyermekkorának a helyszínére, és ott megrendez egy dokumentumfilmszerűnek ható dolgot arról, hogy az ő gyerekkorában milyen volt a kamaszlányoknak a szexuális élete, a szexualitásról szerzett tapasztalataik, borzalmas, ugye ez egyértelműen kiderül a filmből, de miközben valóban felkínál egy csomó tudást ezzel kapcsolatban, ő már, és itt nyilván nem véletlen az a 25-30 év, ami a kettő között eltelik, nagyon szkeptikus az autoetnográfia lehetségességével, vagy az öndokumentumfilm lehetségességével kapcsolatban. Az a figura, aki itt megjelenik, mint a saját környezetét feltáró szerző, az egy szörnyeteg. Az egy elkényeztetett, hidegszívű szupersztár, aki borzalmasan bánik ezekkel a lányokkal, akik tulajdonképpen az ő kamaszkorát vannak hivatva megjeleníteni. Tehát, hogy ez egy kétfenekű dolog, vagy ugye van némi csavar azokhoz a projektekhez képest, de minden esetre erősen illeszkedik ebbe a tradícióba, ahol a mindennapi életnek a privát történeteinek a feltárása valamit elárul egy társadalomról, és ahhoz hát meglehetősen kritikusan viszonyul. Itt még nekem kellene lenni. Itt lesz. Oké. Idáig ugye egy szempontból beszéltem erről a privát, mint a mindennapiság hordozója dologról. Nyilván nagyon sokféleképpen lehetne még ezt a mindennapiságot érteni, de azért emellett a kritikai szociológiából táplálkozó szempont mellett föl szeretnék egy másikat is csak nagyon gyorsan villantani, aminek ugyancsak ugye nagyon izmos filozófiai előtörténete van, az az, hogy ugye sok arra vállalkoznak, hogy a mindennapiságot a maga szépségével, a maga ritmusával, máshol meg nem mutatkozó minőségeivel együtt mutassák meg. Egyfajta szürreális szabályrendszernek a működését mutassák ki benne, egy olyan fajta mindennapiság esztétikát vázoljanak föl, amely csak is a maga hosszadalmas kibomlásában válhat láthatóvá. Ennek az szerintem egyik legszebb kortárs példája az a Jonas Mekasnak a 365 nap projektje. Ugye itt is világos, hogy a naplóra van utalás. Mekasz az egy litván kísérleti filmes, aki 22 éves korában, 44-ben New Yorkban menekült, és igen,
mindig már. Aha, és érkezik az egér, most kezdek rájönni, hogy hogy működ. És az egyik legnagyobb hatású kísérleti filmes lett belőle, és öregkorára 95 éves, tehát 22-ben született, kitalálta ezt a projektet, hogy minden nap készít egy pici videót, ami hát ugye ez egy videoblog, ezt ma így hívjuk, ő nyilván nem így hívja, és nem így hívta, ahol lényegében dokumentálja az életét, sokkal inkább azt a környezetet, amiben mozog, azokat a kocsmákat, azokat a felolvasóesteket, kulturális élményeket, és egy nagyon szép, megható és érdekes sorozat jön belőle létre, és egyáltalán nincs arról szó, ugye itt nem azt látjuk, hogy ez a kritika, ez valamit le fog leplezni, hanem inkább fel akar mutatni valamit, mondjuk ezt a brooklyni kulturális életet a maga sokféleségében, szépségében. Ugye nagyon sok benne a visszautalás az ő filmkészítésének a hőskorára, a New York vagy a brooklyni avantgárd művészeti törekvésekre. Szóval minden esetre nyilván a privát élet, mint a mindennapoknak az élete, az is egy jelentésekben nagyon gazdag és nagyon sokféle művészi tradíciót és intellektuális tradíciót felölelő dolog. Most áttérek a következő szempontomra, és most megint lesz irodalom. Ez a privát, mint a történelem hordozója és alternatívája szempont. De bocsánat, még itt a jegyzeteimben látom, hogy már itt akartam mondani az előzőnél, tehát a privát, mint a szociológiai vagy autoetnográfiai megismerés tárgya, az ugye az egyik olyan pont, ahol szerintem a Mártonnak a kiállítását össze lehet kapcsolni ezekkel a kérdésekkel, amikről beszélek. Ugye itt egy olyan történetet látunk, hogy van valaki, ugye ez egy életrajzilag, ha úgy tetszik, a Mary Kelly-éhez hasonló történet, van valaki, aki másokat szokott fotózni, és egyszer csak azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha a saját életem felé fordítom a kamerámat. Ugye miféle pluszt vagy minuszt fog ez a dolog hozni? Ugye ez mindig meg lehet kérdezni azt is, hogy mi az, amit az ember a saját életéből nem lát, és valaki máséból esetleg lát, és mi az, amit föl tud tárni. Ami ugye a kiállításban szerintem nagyon érdekes, hogy ezek ellentétben azokkal, amiket eddig mutattam, sem nem önarcképek, ugye semmi, milyen értelemben sem, remélem jól mondom, hogy egy sincs közöttük, ugye? Igen, én úgy láttam, hogy ez egy koncepcióhoz tartozó dolog. Tehát, hogy itt valaki a saját életét dokumentálja, de ennek a saját volta az nem vizuális, hanem inkább szöveges eszközökkel van megadva. Ugye, mint hogyha itt lennének mindenféle elbeszélések, lennének ilyen képi nyomai egy történetnek, lenne egy személyes élettörténet, meg lenne valahogy ez a történelemnek nevezhető dolog, amik nem akarja nagyon erőltetni ez a kiállítás szerintem, hogy milyen viszonyba kerülnek egymással, és ez pont talán ez benne az izgalmas, tehát hogy nem akar semmit lenyomni a torkunkon, hogy az egyén élete alá van rendelve a történelemnek, vagy nincs alárendelve, vagy nem tudom, mi csak az a kérdés, ugye, hogy nézzük, hogy mennyire tudjuk ezt a sajátunkként látni, mennyire kapcsolódhat össze a mi történelmi emlékezetünkkel és személyes emlékezetünkkel. Na és akkor itt vagyunk ennél a történelem kérdésnél. Ugye természetesen ezt is nagyon sokféleképpen lehet érteni, és biztos, hogy nagyon erős tradíciója van irodalomban is, filmben is annak az elgondolásnak, hogy a privát az valahogy a történelmet jelent, a történelem alulnézeti képét jelenti. Ugye gondoljunk olyan művekre, mint a Rosencrantz és Guildenstern halott, vagy most hirtelen nem jut még egy eszembe, de egy csomó ilyen van, ami azt mondja, hogy egy emberi sorson keresztül mutatom meg, hogy milyen borzalmas dolgokat tud csinálni a történelem. Ez talán a bevettebb
elképzelés arról, hogy mit jelenthet a privát történet és a történelem viszonya. De nem csak ezt jelenti, és talán a 70-es évektől kezdve előtérbe kerül a privát történet és a történelem viszonyának egy olyan elképzelése a bűvészetekben is és a történelemtudományban is, ami azt mondja, hogy a privát élet az nem feltétlenül egy a nagy történelemnek totálisan kiszolgáltatott élet, hanem az lehet egy másik történet. A lokális, a személyes, a családi, a kisközösségi történetek, azok nincsenek feltétlenül párhuzamban mindig a történelemmel. Lehetnek saját történeteik, lehetnek másfajta korszakolásaik, lehetnek másfajta csomópontjaik és súlypontjaik. Amit szerintem mindnyájan tudunk a saját életünkből, ugye, hogy milyen idegesítő az, amikor egy külföldivel beszélget az ember, és a külföldi mindenáron azt akarja erőltetni, hogy úgy korszakoljuk a saját életünkről szóló beszámolót, amilyen korszakolás az ő fejében van, mondjuk a szocialista blokk történetéről. Ugye, hogy fú, és akkor ugye 89-től minden egészen más lett, vagy nem. És ugye az ember tudja, hogy az ő személyes történetét nem biztos, hogy így mesélni el, nem azt mondja, hogy nincs ehhez semmi köze, de hogy ez a fajta nézete a történelemnek, az nem feltétlenül fedi át a nagy történelmi elbeszéléseket. Erre hoztam ezt a számomra nagyon kedves Oravec Imre verset példának, ez azt hiszem, hogy már-már iskolással, már nem a versiskolás, csak az, hogy én idehozom, példázza ugye ezt a privát és történelmi viszonyt. Arról szól ugye a vers, Oravec János, aki ugye a szövegből kiderül, az ő kapja 1848. március 15-én. Ugye nem szoktunk rajta gondolkozni, hogy hol mi volt március 15-én, csak azon szoktunk gondolkozni, hogy a Pilvaxba, meg a múzeumba, meg a várba mi volt. Na ő elmeséli, hogy mi volt az ő kapjával, az volt, hogy ugyanúgy a mindennapjait élte, mint bármelyik másik napon, pontosan ugyanazt csinálta, mint az előtte lévő napon és a következő napon, és ugye a végén meg is mondja, hogy nem sajnos az, hogy őt felszabadították aznap, ez ugye nem jutott el hozzá, és hogy Petőfiről nem hallott egész életében. Ugye az ő számára a történelem az csak utólag vetíthető az ő életére rá, az ő életének a tapasztalata, akármi is a történelem, arról az valami egészen más volt, annak máshol voltak a korszak határai. Ugye ezt megint azt gondolom, hogy a Márton kiállításához egy nagyon is szorosan kapcsolódó kérdés, tehát hogy vannak a személyes töredékek, vannak a történelminek mondott korszakok és események, és vannak az emlékképeink erről, és hogy vajon ezek milyen sokféle viszonyban lehetnek egymással, és hogyan tudjuk ezt a viszonyt újra és újra elgondolni, mondjuk ahogy telik az életünk és visszanézünk, akár képeken, akár másfajta emlékeken keresztül a dolgainkra. De nyilván hasonló fajta privát és történelmi viszonyt mutatnak nagyon sokszor az archívokat használó narratívák, mondjuk a Forgács Péter életműnek egy nagyon nagy része, ami valami ilyesmit akar mondani, ugye, hogy egyrészt tudjuk, hogy minden életet nagyon erősen meghatározza a történelem, de ha visszalépünk abba az időszakba, amikor még nem tudjuk, hogy mi fog történni a történelemben, ránézünk ezekre az emlékekre, ezekre a szálkás, hibás filmekre, amikből ömlik a boldogság, a családnak az öntudata, a szerelem, bármi más, akkor hirtelen meglátjuk, hogy a jelenünkben ugye soha nem az a tapasztalatunk a történetek alakulásáról, mint amit aztán utóbb visszavetítünk rá, vagy mások visszavetítenek a mi életünkre. Jó. A következő probléma, vagy téma, amiről szeretnék egy pár ötletet mondani, azt úgy neveztem magamnak, hogy a privát, mint a példaszerűségnek a hordozója.
Itt ebben a részben fogok a leginkább irodalomról, vagy irodalomtudományról beszélni, mert talán ez a kérdés ott fogalmazódik meg a legerősebben. Ugye ez tulajdonképpen ugyanaz a kérdés, amit már korábban feltettem. Mit tesz egy privát történetet érdekessé mások számára? Melyik privát történet méltó arra, hogy találkozzunk vele, hogy elgondolkozzunk rajta, hogy befogadjuk, hogy valamit kezdeni próbáljunk vele? Ugye nagyon sokan azt szokták mondani, és erre hoztam egy nagyon szemléletes idézetet, hogy borzasztó, ami a korunkba folyik, ráadásul ez a korunkba, ez 1994, és már akkor is azt gondolta ez a William Gass nevű amerikai prózaíró, hogy annyira narcisztikussá vált a korunk attól, hogy mindenki előáll a saját életével, mindenki közölni akar valamit saját magáról, és úgy fogalmaz ebben a hosszú eszében, hogy tulajdonképpen már annyi a szereplő a színpadon, hogy a nézőtéren nem maradt senki. Ugye ezt mondja 1994-ben, amikor még a social médiáról nem is álmodott senki. Hát ugye mit mondana most, nem tudom, hogy éle még, és nyilatkozott-e erről a kérdésről. És azt ugye ő, mint sok más szerző is, ezt nagyon erősen összekapcsolja a sztár kultúrával, és ugye ez az idézet, amit kiírtam, ez is erre val. Azt mondja, hogy olyannyira korrumpálódott az önéletrajz, hogy mára már a történelem képregényé válik, az önéletrajz pedig celluloid, kurvák és közönséges ripacsok vallomásaivá, akiknek bulvár életét érdemtelenül életben maradt szellemek viszik színre felcsigázásunkra. Ez nagyon irodalmi mondat, de világos, hogy mi a problémája, az, hogy megszűnt az, hogy vannak kitüntetett életek, amikről azt mondjuk az a konszenzus, hogy ezek igenis érdemesek az elmesélésre és mások figyelmére, a többi meg nem érdemes. Ugye nyilván nem egy nagyon demokratikus gondolatmenet, de nyilván elég sokan osztják ezt az elgondolást, azt gondolom, hogy a mai napig, hogy ez egy nagy probléma, hogy túl sok a privát élet, és a nagyon nagy része teljesen érdektelen. Érdekes éppen ezért megnézni azt, hogy az irodalomtudomány, ami mégiscsak eredetileg elsősorban hivatott volt arra, hogy az önéletrajzzal, mint irodalmi formával foglalkozzon, az hogyan kezeli ezt a problémát. És itt is azt látjuk, amire már utaltam, hogy a 70-es, 80-as évek fordulóján válik hirtelen, szinte azt mondanám, hogy hirtelen nagyon izgalmas kérdésé az, hogy akkor tulajdonképpen mi is ez az önéletrajz. Idehoztam egy korábbi idézetet, amiben azt állítja a szerző, ugye ez az 50-es évekből van, hogy az önéletrajz szilárd alapokon álló irodalmi műfaj. Ugye ő ebben nagyon biztos volt, és nem is nagyon foglalkozott senki önéletrajzzal. Szilárd alapokon áll irodalmi műfaj, de tulajdonképpen már nagyon másodlagos dologként volt elképzelve. A következő etap ebben a történetben az egy francia szerzőhöz, Philippe Lejeunehöz kapcsolódik, akinek a neve, ha valaki egy percet is foglalkozott életében önéletrajzról szóló szakirodalommal, biztos, hogy ismerős. Ugye ő az egyik legmeghatározóbb figurája az erről való nyugati gondolkodásnak. Az ő nevéhez fűződik az önéletrajzi szerződésnek a fogalma. Ő 75-ben írta ezt a nagyhatású könyvet, akkor azon nem is sokat rugózik, hogy az önéletrajz az nagy embereknek az írásban előadott saját életéről szóló története, és nem ezzel a kérdéssel foglalkozik. És 5 évvel később megjelenik a következő könyve, amikor már azt mondja, hogy az önéletrajz az bárkinek az önéletrajza,
és bármilyen médiumban megjelenhet. Ugye ő felhívja arra a figyelmet, hogy itt tulajdonképpen a szociológiában, az etnográfiában nagyon hasonló dolgok történnek, mint ahogy az irodalomban átalakul az önéletrajzról való gondolkodás. Azt mondja, hogy legyen az irodalma, az interjút is vizsgáljuk önéletrajzként, vizsgáljuk az oral history típusú szövegeket. Tehát ő hihetetlenül kitágítja 5 év leforgása alatt ennek a műfajnak, immár ugye nem is műfajnak a határait. Amit még ideírtam példának, azt mondja a 80-as éveknek a legelején, ugye ez a 70-es évek végének a szövegeiből egy gyűjtemény, azt mondja egy William Howard nevű szerző, ez az önéletírókra jellemző erőteljes, pozitív személyiség közös motívumból táplálkozik, abból, hogy életükből emlékművet akarnak faragni a közönség számára. Ugye látjuk, ez még mindig az önéletrajznak a modern felfogása, az a felfogása, hogy egy kivételes ember szobrászi képességekkel valami emlékműszerűt csinál a civil közönségnek a számára. De már ugyanebben a kötetben olyan szöveg is van, ami azzal foglalkozik, hogy vége van az önéletrajznak, mert az irodalommal már senki se foglalkozik, és a filmtől pedig alapvetően idegen az önéletrajzi elbeszélésmód. És a következő kötetben pedig azt írja már a szerző, hogy mindjárt csak rövidre veszem az idézetet, az önéletrajz olyan csatatér, amelyen az irodalom és mellesleg a történelem egymással versengő felfogásai csapnak össze. Rendkívül problematikus formáról van szó. Ja, tehát eltelik egy pár év, és kiderül, hogy ami annyira szilárdnak és magától értetődőnek tűnt, az egy nagyon problematikus dolog. És az utolsó kötet az meg már az állatorvosi lova ennek a problematikusságnak. Ennek két kiadása van, a két kiadás között is iszonyú nagy különbség van, mert a második már egy csomó digitális önéletrajzi jellegű dolgot is figyelembe vesz. Itt felhívom rá a figyelmet, hogy ők már azt mondják, hogy ez a életrajzi elbeszélések értelmezéséhez adott kalauz. Ők már nem akarnak műfajt meghatározni, hanem azt mondják, hogy adunk a használathoz egy pár tippet. Felsorolnak valami 60 műfaj szerűséget, ami szerintük az önéletrajzhoz tartozik, és hát egy teljesen szerteágazó, semmiféle rendszert alkotni nem képes és nem is akaró beszámolóról. Egy nagyon érdekes és jól használható könyvről van szó. Tehát az történik itt tulajdonképpen, hogy ugye ott az 50-es években még nagyon pontosan tudják, hogy mi az önéletrajz, de a kutya se foglalkozik vele, a 2000-es évekre meg már senki nem tudja, hogy mi az, de mindenki azzal akar foglalkozni. Ez pont az a történet, amit ugye most már sokat szóra látunk, hogy a privát élet az a maga megformálhatatlanságával, műfajba kényszeríthetetlenségével belép és főszerepet kap a kultúra nagyon sok területén. Ugye nyilvánvaló az is persze, hogy ez, hogy ennyire sokfélévé válik hirtelen, vagy hát ha 30 év hirtelen, akkor 30 év alatt az saját életünkről szóló elbeszélés, az nagyon sok emancipációs törekvésnek is köszönhető. Ugye nagyon fontos szerepe van megint itt is a feminista kritikának abban, hogy azt mondja, hogy ha a nők nem nagyon alkothattak társadalmi, kulturális okokból irodalmi szövegeket, akkor nézzük meg, hogy mit alkottak a naplóikban, az önéletrajzi jellegű szövegeikben, tehát egy csoportnak az emancipációja és az önéletrajzi jellegű termékeinek az emancipációja az itt összefügg. Ugyanezt lehet megfigyelni a fekete irodalomban és más területeken is. Az a kérdés viszont továbbra is, hogy mitől
Van-e még ennek értelme, hogy példaszerű? Ugye láttuk, hogy még a 70-es évek végén azt gondolták, hogy az önéletrajz az egy kivételes embernek a szobra. Ugye példa, vagy abban az értelemben példaszerű, hogy példát mutat másoknak, hogy mi a nagyság, mi az erkölcsi kiválóság, vagy abban az értelemben példaszerű, hogy valami nagyon érdekes dolognak a példája. Ugye egy egész jelenséget képvisel önmagában. Van-e vajon ennek a kérdésnek értelme még, vagy pedig egyszerűen azt kell mondanunk, hogy ez egy reménytelenül narcisztikus kor, amikor olyan mennyiségű ilyen önéletrajzi jellegű dolog verseng egymással, hogy nem lehet arra vállalkozni, hogy a példaszerűség kérdését feltegyük. Akarom nagyon hosszúra húzni. Ugye az a mindjárt majd a Péter Finovák könyvre is áttérek, de ugye az az érdekes itt a példaszerűség kérdésében, hogy én szerintem nagyon úgy néz ki ez a dolog, hogy abban, hogy mindaz a kánon feszegetés, ami ugye mondjuk itt az irodalom történeti beszámolóból látszik, tehát hogy először csak a nagy embereké, aztán vegyük be a nőket, mert az is milyen érdekes, meg a feketéket, meg a polgárjogi harcosokat, meg a sportolókat, meg a betegséggel élőket. Tehát ugye szétfeszül az az irodalmi kánon, ami azt mondja, hogy csak a nagyon kiváló ember, nagyon jól megírt önéletrajza az érdekes. Az ugye létrehoz egy csomó lehetőséget arra, hogy ezek a privát történetek, ezek valahogyan példaszerűvé váljanak, csak ez a példaszerűség, ez most már egy sokkal nehezebben körülhatárolható dolog. Szerintem nagyon érdekes jelenség az, és így kapcsolódik ide az egy asszony, hogy ezek a szövegek milyen sokféle diskurzusnak a kiváltására alkalmasak. Mielőtt ezt megmutatom, itt hozok egy másik példát, aki egy kanonikusabb szerző, és a Péter Finovák Évánál nyilván jobban ismert szerző. Ugye az Eszterházy Péternek az utolsó műve az a Hasnyálmirigy naplója, a betegségének a naplója volt, egy tipikus ugye, önéletrajz, és ha megnézzük a recenziókat, ugye megjelent egy-két szöveg, ahol ugye még éppen életben lévő, de nyilvánvalóan már nagyon és haldokló Eszterházynak a nagyságát, vagy a megrendültségét hangsúlyozta, de tulajdonképpen az első szerintem érdemi írás erről a szövegről, az egy orvosnak volt az írás a Népszabadságban, akkor még létező Népszabadságban, véleményrovatban megjelent egy hosszú szöveg, ami az Eszterházy Hasnyálmirigy naplót arra használta, hogy arról beszéljen, hogy a magyar beteg ellátásnak milyen problémái vannak. Ugye, hogyha most visszaemlékszünk a Nádasnak azért, hát ugye ez a szomszédasszony szemlélete a Nádas szemüvegén keresztül, ugye arra használni egy önéletrajzot, hogy valami másról beszéljünk. De bizony az önéletrajzok, vagy ezek a privát történetek azok ilyenek, és valószínű, hogy ezért is izgalmasak, hogy iszonyú sokféle viszonyulás, diskurzust tudnak kiváltani, és nyilván a karrierjüknek ez az egyik titka. A Péter Finovák Éva ugyancsak egy önéletrajzi könyvéről van itt szó, az a cím, hogy Egy asszony, ami arról szól, hogy fiatal korában egy orvosi műhiba következtében egy súlyosan beteg gyermeke született, aki később meg is halt, és erről az egész tortúráról, aztán később még egy gyereke született, aki ugyancsak problémás volt, és a férje is verte, és most nem akarom ilyen nagyon banálissá tenni a dolgot, szóval egy borzasztó történet, nagyon-nagyon szépen megírva. És az itt a trükk, hogy a Péter Finovák ezt a könyvet, ez egy könyv, egy önéletrajzi könyv, blogformában kezdte el publikálni, ahogy írta a dolgokat, de ugye nem volt blog abban az értelemben, hogy nem a történésekkel egy időben írta le ezeket a dolgokat, hanem ahogy a fejezetekkel haladt, azt egy blogban publikálta. Ha megnézi valaki a kommenteket, akkor ugye az látszik, hogy vannak, akik
értik, hogy ez egy könyvnek egy fejezete, és írják, hogy nagyon várom a könyvet, de van, aki meg úgy kommentál, hogy jaj, nagyon drukkolok neked, legyen benned mindig elég szeretet, és akkor győzni fogtok. Vagy jaj, én is pont ugyanez. Ugye, tehát elkezdik blokként olvasni, és a viszonyuk hozzá ennek megfelelően ugye nem egy a könyvekhez való tanult viszony, hanem elsősorban az empátiának, a közös sors megosztásának a viszonya. Tehát ugye ugyanaz a szöveg, ami megjelenik itt blokként, és aztán megjelenik könyvként, van egy színpadi változata is, talán van, aki látta, Tenki Réka játsza a Jurányi Házban. Ugye tehát, hogy ugyanannak a szövegnek ez a három élete, három egy privát történetnek a három élete, attól függően, hogy milyen környezetben jelenik meg, attól függően teljesen másfajta diskurzusokat indít el. Ami azért lehet szerintem tanulságos a számunkra, mert ugye az látszik, hogy itt valószínűleg, és én azt gondolom, hogy ez így van valószínűleg a fotó, az amatőr fotó, a privát fotó és a múzeum viszonyával is, hogy sokkal kevésbé érdekes ezeknek a dolgoknak az eredete, és sokkal, tehát mondjuk a fikció, nem fikció kérdés, vagy a művészi, nem művészi eredetű kérdés, és sokkal inkább előtérbe állítja a privát történet azt, hogy miféle használatai lehetségesek, ugye miféle környezetekbe kerülhet, és akkor milyen viszonyokat vált ki. Ugye a hagyományos értelemben vett szépirodalom és az önéletrajznak a hagyományos könyvformája az elég erősen leszűkítette azokat a nyilvános diskurzusokat, ugye, amiről szó van, és az az érdekes, hogy még ha megnézzük most is mondjuk egy ilyen könyvekkel foglalkozó blogot, akkor az emberek eléggé betartják azt a szabályt, hogy arról úgy kell beszélni, mint egy irodalmi műről. Ugye azt mondják, hogy ez nagyon jó, picit lassú volt a második harmadában, ijesztő, tetszett a főszereplő alakja. Ugye van, megtanuljuk, hogy beszélünk irodalomról, lehet ennél nyilván színvonalasabban is, de így. A privát történet nem ismeri ezeket a konvenciókat, illetve egyszerre többféle konvenciót ismer, és éppen ezért egyszerre többféle diskurzust képes elindítani, az orvos-szociológus hozzászólása az ugyanúgy egy érvényes hozzászólás, mint aztán azok az elmélyült kritikák, amik mondjuk az Eszterházy Hasnyálmirigy naplójáról irodalmi folyóiratokban megjelentek. Tehát az visszatérve ugye a példaszerűség problémájához, azt gondolom, hogy ez a példaszerűség, ez sokkal inkább egy használatban létrejövő dolog a privát történeteknél ma, mint sem egy olyan dolog, amit eleve megadott már az, hogy ki az, aki beszél, és milyen irodalmi nyelvet választ hozzá. Nagyon gyorsan áttérek, jó? Még az utolsó szempontra, ami egy hatalmas nagy téma, és tényleg csak jelezni fogom, ugye ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a privátot vajon a közös, mármint a közösségi alapjaként, vagy ellentéteként gondoljuk el. Amire itt utalni szeretnék, az egy olyan kritika, ami nagyon sokféle szerzőnél, nagyon sokféle korban megfogalmazódott párhuzamosan azzal, ahogy a privát történetek egyre inkább eluralták és elurálják a nyilvánosságot. Ezek közül talán ismertebb a Habermasnak a Társadalmi Nyilvánosság Szerkezet Változása című könyve, ahol ugye az ő általa idealizált 18. században kialakuló polgári nyilvánosság széteséseként utal arra, hogy a privát szféra és a nyilvánosság egymást áthatja, vagy Richard Sennettnek a Közéleti ember bukása, ami ugyancsak ugye egészen másfajta megközelítésből, de kárhoztatja a kortárs kultúrát azért, mert a privát ügyek átveszik a hatalmat. Hogy egy frissebb példát is hozzak, a Zygmunt Baumannak a Liquid Modernity című 2000-es könyve, már nem volt időm az idézetet lefordítani. Ugye arról beszél Bauman, hogy a mai modernitásban, amit ugye Liquid Modernity-nek nevez, a modernitás korábbi szakaszaihoz képest az állampolgár lét az egyre inkább háttérbe szorul, és egyre inkább az individuális lét kerül előtérbe, ami azt is jelenti, hogy az emberek mind magukra vannak hagyva a problémáik megoldásával.
Tehát, hogy tulajdonképpen az életünk az egyéni biográfiai megoldási kísérlete rendszerszerű problémáknak, de nem vagyunk képesek rendszerszerű megoldásokat létrehozni. És ennek a tüneteként is, de okaként is utal arra, hogy a nyilvánosságot gyarmatosítja a magánjellegű, hogy a közérdekű az tulajdonképpen leszűkül arra, hogy kíváncsiak vagyunk a magán életekre, vagy a közszereplők magánéleteire, illetve a mindenféle magánügyre, személyes érzelemre, ennek a megvallására, de többé nincsenek valódi közügyeink, ahogy az Bauman elgondolja, tehát olyan, és amit a fő problémának lát, hogy ez a fajta előtérbe kerülése a privátnak, ez nem enged, nem, ez tulajdonképpen lehetetlenné teszi, hogy bármi, ami nem fogalmazódhat meg privát történetként, az nyilvánosan érthetővé váljon. És lehet, hogy így nagyon elvontnak hangzik, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos diagnózis. Mondjuk gondoljunk arra, hogy mondjuk a menekült kérdésben akár egy olyan médiával van dolgunk, amelyik mondjuk a magyar kormány propagandának megfelelően uszítani akar a menekültek ellen, akár egy olyannal, amelyik megpróbál empatikus módon a menekülteknek a tapasztalatát is figyelembe, vagy indokait figyelembe véve kommunikálni. Ugye jellemző módon mind a kettő azt csinálja, hogy privát történeteket választ. Ugye, tehát az egyik mondjuk a falusi nénit, aki úgy érzi, hogy el fogja veszíteni a munkáját, mert mindjárt jönnek a migránsok, a másik pedig mondjuk a szíriai menekültet, aki elvesztette a fél családját, és jön. Ugye ezek a privát történetek harcolnak egymással a nyilvánosságban, és úgy tűnik, hogy ez a harc, ez nem könnyíti azt meg, vagy ez a privátnak ez a színrevitele nem könnyíti azt meg, hogy valami olyan fajta konszenzuális álláspontot kialakít erről, ami előre lenne képes vinni ezt a helyzetet. És ezt nagyon sok helyen ugye a médiában lehet látni, hogy a privát történet, minthogyha az egyetlen kommunikációs formája lenne immár a fontos közös ügyeinknek. Ez valószínűleg ugye a legsúlyosabb kritikája lehet ennek a jelenségnek, hogy milyen alternatív elgondolások lehetségesek, azt már nagyon-nagyon röviden mondom csak tényleg. Tehát azt gondolom, hogy miközben én osztom ezt a fajta aggodalmat, azt gondolom, hogy azért a privát életek tündöklésének vagy karrierjének vannak olyan hozadékai, amelyek valami másfajta közösségiséget hagynak kialakulni a privát történetek, a önéletrajzi történetek, személyes történetek körül. Ezek valószínűleg nem olyan fajta közös tudások, mint amire mondjuk Nádas utal, hogy azt mondja, hogy akkor érdemes elmesélni a saját életet, hogyha abból valami nagy, univerzális igazságot tudunk kihámozni, és valószínűleg nem is olyan fajta közös tudások, amit hiányol Bauman, tehát hogy a sok egymás mellett létező privát történet valahogy álljon össze végre egy közös politikai akarattá. De mégis azért vannak olyan jelenségek, amelyekről azt lehet mondani, hogy nem lehet egyszerűen úgy látni, hogy itt pusztán mindenki narcisztikusan a saját sztoriát meséli, és nem tud e köré közösség épülni. Ugye az egyik ilyen fogalom, ami valami ilyesminek a felvázolására tesz kísérletet, az az intim nyilvánosságnak, vagy intim közösségeknek, a közönségeknek a fogalma, ami egy Lorne Berlant nevű amerikai szerzőhöz kapcsolódik. A másik talán most érdekesebb, a másik pedig a tanúságtételnek a fogalma, ami ugye a tanúságtétel az valami olyasmi, amikor egy privát történet, egy személyes történet valami magasabb igazságról hoz tanúbizonyságot. Ez a magasabb igazság persze egy szekularizált korban nem kell, hogy egy isteni igazság legyen, de mondjuk a történelemmel kapcsolatos igazság, mondjuk a holokauszt túlélők tanúvallomásait
őrző archívumokban, vagy egy betegség tapasztalatának, a szenvedésnek az igazsága olyan embereknek a blogjában, vagy online fórumán, akik erről számolnak be, vagy egy üldözött, marginalizált kisebbségnek a tagjának az olyan önéletrajzi elbeszélése, ami valahogy ennek a közösségnek a történetét is hivatott elmondani. Tehát, hogy ez a fajta tanúságtételként olvasás szerintem egy elég elterjedt jelensége a privát történetekhez való viszonyunknak. Az előbb, amit nem sikerült megmutatnom, ugye a Péter Finovák Éva könyv fejezetek alatt kialakult diskurzus, ez nagyon tipikus példája ennek. Ugye úgy olvassák egymást ezek a ott jellemző módon nők, hogy a közös tényleg olykor felfoghatatlan és borzalmas szenvedéseiknek az elmesélése, az valami fajta közösséget hoz közöttük létre, és nyilván más ilyen példák is vannak. Tehát én nem gondolom, hogy ilyen élesen szembe lehet állítani ezt a közöset és privátot, de az kétségkívül ugye egy megfontolandó dolog, hogy mi az, ami nem látszik akkor, hogyha privát történetek látszanak ilyen nagy számban. Köszönöm szépen, és szeretettel várom a kérdéseket és kommentárokat.